Robi, gyere, idő van, indulnunk el. Lili, hagyjál, dolgozom. Az lehet, de Magyarország 21 legszebb lánya vár ránk. Hm? Jó, akkor menjünk. Nagyon örülünk, hogy idén együtt vezethetjük a műsort, én különösképpen, hiszen a Magyarország szépébe 21 csodálatos lány körébe tér vissza Robi a képernyőre, ami nekem nagyon megtisztelő, hogy vele vezethetem ezt a műsort. Nekem ez lesz a második szépségkirálynő választásom, amit én vezettem. És annó 5 évvel ezelőtt volt az első ilyen műsor, az is egy nagyon klassz élmény volt. És a táborba is lelátogattunk, ez idén is így lesz, a felvezető műsorba is lehet majd látni, és aztán pedig a döntőben már ketten vezetgetjük a királynőket azon a bizonyos döntős úton. Két dolgot jelent ez én életemben, öröm és megnyugvás. Nyilván az ember nagyon örül annak, hogyha egy ilyen típusú műsorhoz felkérik műsorvezetőnek. Megnyugvás, meg abban a szempontból tényleg megnyugvás, és ez nem valamilyen udvarias formula a részemről, hogy miután én másfél éve nem is voltam képernyőn, nem mint hogy az ember ezt teljes egészében el tudná felejteni, nem tudja, de ez egy végtelenül nagy megnyugvást ad nekem, hogy Lili mellett állhatok újra színpadra, egy élő show műsorban, amiben még egyáltalán nem volt részem. Nyilván egy ilyen típusú műsor sok meglepetésre szolgál, hiszen egy élő show műsorról van szó, de tényleg ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy azért mégiscsak a nézők arra fognak koncentrálni, hogy akik a stúdióban bent lesznek, döntősök, 16 csodálatos hölgy, kiket fognak majd ők a legszebbnek látni, hiszen ugye ezt elmondtuk a sajtótájékoztatón, hogy itt lesz egy nagyon fontos kategória, a közönségdíjas kategória. Nagyon nagy hangsúlyt fektet a verseny az idei évben is már a charity-re, a jótékonykodásra, szóval nagyon kíváncsian várom, hogy mi az, ami mellett, mi az az ügy, ami mellett ezek a lányok kiállnak, mert tényleg azért azt kijelenthetjük, hogy ez a fajta verseny azért már túlmutat a külsőségeken. És én a mai napig azt gondolom, hogy a szépség az belülről fakad, és hogyha ezek a lányok meg tudják azt csinálni, elég bátrak ahhoz, hogy tényleg önmagukat adják, akkor át fog jönni a személyiségük a kamerán keresztül is.